Örökös beugró, örökös megmentő, ha a DVSC-nek szüksége van rá, ő első szóra ugrik. Most sem tett másképp, mikor a klub bajba került, gondolkodás nélkül elvállalta a vezetőedzői feladatot, és láma a Ferencváros elleni bravúr döntetlennel be is bizonyította, hogy a látszat ellenére nem reménytelen a helyzet. Vendégem Dombi Tibor, a DVSC megbízott vezetőedzője. Szia, köszöntelek nálunk. Szia. Na hát ugye, nagyon kellemes meglepetés volt ez a Fradi elleni döntetlen, főleg, hogy nem sok hia volt annak sem, hogy esetleg megnyerje a Loki a meccset. Te mennyire voltál az eldöntetlennel elégedett, így, hogy a vezetés is megvolt? Hát én teljesen elégedett voltam, mert azért nyilván a mérkőzésen nem gondoltuk volna, meg mérkőzés első fél idejében sem gondoltuk volna, hogy ez döntetlen lesz, mert azért nagyon sok mindent át kellett vészelnünk az elején. Jól jöttünk ki minden szituációból, úgy gondolom, hogy minden kihagyott helyzet, hogy minden blokkolt lövés az erősítette a csapatot. Jó volt látni, hogy pacsisztak minden blokkolás után, úgyhogy pont ez volt az egyik nagy álmom, hogy ez legyen, hogy így összetartson a csapat, mert ezt is láttam, hogy azért itt voltak gondok az utóbbi 6 vereséggel. És jó volt ezt látni, és a második félben tényleg valóban volt egy pár 5-10 perc, amikor úgy voltam vele, hogy ha kikapunk itt, akkor, vagy x-elünk, akkor csalódott leszek, de azért utána, amikor egyből megkaptuk a gólt, meg azért még volt támadás is a Ferencváros részéről, úgyhogy így abszolút elégedett vagyok az X-el. Meg hát jobban a hozzáállásom az egésszel, tehát jó volt nézni. Közösséget kellett újra kovácsolni, ez volt a titka akkor? Hát azt szerintem mondanád, igen, ott elég össze-vissza volt. Valaki elengedte fülét, farkát, valaki egy kicsit hozzáállásbeli problémák, tehát minden így össze-vissza voltunk. És a kulcsjátékosok is egy picit ment a mutogatás, tehát egymás mutogatás, ez volt a legfontosabb, hogy ez ne legyen, ezt én nagyon sokszor előfordult velem is, tehát én általában olyan példákat mondtam mindig, amit én is átéltem, tehát semmivel nem vagyok külön, mint ők, ugyanúgy gondolkodom én is, vagy akár edzőként is én is egyből, hogyha valamit hibáztunk, mondjuk Máté Csabánál is, vagy a Blagojevicnél is, akkor is az volt, nekem is az volt, hogy jó, az a játékos, meg az a játékos, pedig hát azok a játékosok játszottak jól is, úgyhogy ezt kellett nekünk is rendbe rakni, hogy itt benne van mindenki a bajban. És akkor tényleg nem reménytelen a helyzet, mert ugye itt már az ember tényleg olvas annyi mindent, hogy ez a keret nem is elég az NB1-hez, nem jó a keret, nem jól igazolt a Loki, az edző se volt jó választás, ebből NB2 lesz, tehát ugye ilyenkor nyilván jönnek a károgók, ugye így szokták mondani, és akkor rögtön már az NB2-be vizionálják a csapatot. Te hogy látod a helyzetet most? Hát szerintem ez a csapat, vagy ez a keret a többsége játszott sokkal jobban, mint ahogy azon a 6 mérkőzésen, amikor kikaptunk. Úgyhogy én abban bízok, hogy ez ha egyszer tudsz játszani így, akkor tudsz többször is, úgyhogy ezt kell minél többször megmutatni. Bár megmondom őszintén, én is a 6 vereség után én is volt, amikor az volt, hogy hát ez a legkönnyebb, mint edző, hogy nem elég jó a keret, de hát mondom, már mutatták, hogy tudnak ők futballozni, meg jól hozzáállni, meg szerintem azért az NB1-ben van nálunk gyengebb keret, tehát nekünk nem ott kellene lenni, ahol most vagyunk. De mondjuk ahhoz kell egy jó edző is. Te most beugrottál, megint megmutattad, hogy lehet ezzel valamit kezdeni. Érdekelne a személyes oldala ennek a dolognak, hogy ilyenkor neked ez milyen érzés, mikor baj van, be kell ugrani valahogy, ezt meg kell oldani, ezt a helyzetet. Érzelmileg, mondjuk pszichésen, alszol-e rendesen, hogy működik ez nálad? Hát ezek olyan gyorsan szoktak történni. Mindig baj szokott lenni, mert általában akkor van edzőváltás, amikor vereségek vannak, vereség vagy vereségek, és akkor általában baj van, és akkor olyan gyorsan történik minden, tehát nem ilyen, hogy most akkor tárgyalás, meg ilyesmi, hanem ilyen, na akkor holnap neked kéne csinálni. Jó, akkor már hívom is Madar Csabit, hogy akkor holnap már edzés van, és hogy készüljön 9-kor vagy 10-kor, úgyhogy általában ez így szokott lenni, most is így volt. És igazából nincs is idő felfogni ezt az egészet, vagy így rendbe rakni, aztán utána, amikor visszakerülök a másodedző pozícióba, vagy eltelik egy kis idő, akkor utána tényleg én voltam a vezetőedző, és ezt át sem gondolja az ember, úgyhogy de ugyanakkor vannak álmatlan éjszakák, tehát most is mostanában ilyen 3-kor kelek, mindig korán kelek, egyébként 4-5-kor már fönn vagyok, de most még egy picivel hamarabb, igen, aztán már jár az agyam, hogy mi van, de amúgy meg amúgy hozzá lehet ezt szokni, meg egy kicsit túl is van misztifikálva ez az edzős dolog, úgyhogy én próbálom ezt minél egyszerűbben csinálni, hogy magamnak is könnyítsem a helyzetet, meg ilyenkor a játékosoknak is.
És hosszú távon menne ez? Most csak azért kérdezem, mert ugye nyilván látod a közvélemény már csak a nimbuszod miatt is azt mondja, hogy miért nem maradhatna Dombi legalább az őszi szezon végéig. Te hogy vagy ezzel? Kicsit félted is magad ettől, vagy eleve nincsenek ilyen ambícióid, hogy vezetőedző légy? Igen, ilyenkor sokszor felvetődik már most a csoportunknak, már azt hiszem most Tűzoltók 4.0, mert voltunk egyszer még Jerókával, Jeremias Gergővel, és az volt az egy, és ez már most a negyedik, tehát ez mindig változik a szám, úgyhogy már volt idő ezen gondolkodni, de teljesen más, mint mikor rád bízzák, hogy nem is te vagy a vezetőedző, egy stábból, te állítod össze a saját stábodat, meg mindent, tehát teljesen más, meg a feladat is más. Abban sokkal több ilyen szakmai dolog van, ebben sokkal kevesebb volt. Én mind a három vagy négyszer az volt, hogy nyilván van egy felállás, vannak taktikai dolgok, amiket meg kell csinálni, mert azt nem szabad, hogy ezt lássák, hogy te csak a érzelmi dolgokra mész, meg az alap dolgokat meg kell csinálni, csak most nem is jártunk ott, hogy egyáltalán szakmáról beszéljünk, hogy mondjuk az volt a baj, hogy nem öt védővel, hanem négyen játszottunk, tehát ilyen dolgokról fölösleges is beszélni, amíg nincsenek meg az alap dolgok, és én mindig inkább ezekkel a dolgokkal foglalkoztam, az ilyen személyes beszélgetésekkel. Én játékosként is nagyon fontosnak tartottam, meg jól esett mindig, 41 éves koromig játszottam az NB1-be is. Elemér volt az utolsó edzőm, Kondás Elemér, és még ha két kedves szólt hozzám 41 évesen, akkor is jól esett. Tehát én tudom, és mindig ebből próbáltam kiindulni, tudom, hogy mindenki mutatja, hogy milyen kemény, tudom, hogy mindenki nagyon profi, de azért mindenkinek jó esett, hogyha beszélgettem, meg érdekelt az ő véleményük is a dolgokról, mert azért voltak olyan dolgok, amiket éreztem, hogy van, mert azért csak ott voltam a csapat mellett, mint másodedző, és ők ebben megerősítettek, és én próbáltam ezeket így feloldani. De akkor vezetőedző nem leszel, hogy a kérdésre válaszolunk. Ja, igen, a kérdésre válaszoltam. Egyrészt a papír híja van most. Igen, tehát a vezetőedző dolog két dolog miatt. Tehát van az egyik, az, hogy nincs papírom, az, hogy egy pro licenszem legyen, tehát A licenszem van, az, amivel csak pályaedző lehetek, vagy MB2-be vezetőedző. A pro licenszhez azon három évente indul, pont most indult el, azt hiszem egy pár hónapja, három évente indul, amire nem tudom, vagy 25 embert vesznek föl, és nagyon nehéz bekerülni is. Azért sem, plusz azért sem, mert én nem akarok úgy edző lenni, hogy tehát az edzői élet az egy olyan, hogy ma itt vagyok, holnap már ott vagyok. Én nem akarok elmenni Debrecenből, tehát én nem akarok Pécsre menni, vagy Tatabányára, vagy egy-két évig itt vagyok, fél évig ott vagyok. Én nekem nincsenek ilyen ambícióim, én itt szeretnék maradni mindig Debrecenbe. És ha most én ezt megcsinálom, és itt mindenki tapsikolunk, hogy akkor én vagyok a vezetőedző, és akkor ötször kikapunk, mert benne van az is, akkor nyilván engem is ki kell rúgni, és akkor meg mit csinálok, akkor nem fogok elmenni Pécsre, és akkor a nagy prolicenszemmel meg pont kirakhatom a falra. Tisztasor. Ja, azért szeretnek veled az újságírók beszélgetni, többek között én is, mert rendkívül őszinte vagy. Most már azért olyan nyilatkozataid voltak, hogy sokan azt mondták, hogy a Horváth Feri szintet ütöd lassan ezekkel a megszólalásokkal. Pedig nem készülök rá. Mennyire, igen, ezt akartam kérdezni, mennyire gondolod te ezt, tehát, hogy tényleg ami ott benned van, azt mondod ki. Mert ugye hát ezért igen, egész őszintén fogalmaztál több alkalommal is. Hát igen, általában így szoktam már, ez az egész életembe bejött, hogy nem is tudok, meg nem is szeretnék így kelteni, minden hülyeségemmel vagyok én az, aki. És így valahogy ez nekem így jobban bejön, mert nem kell így gondolkodnom, hogy mit mondjak. Meg ezek a sablonos válaszok egyébként elmaradnak tőle, de ennek külön örülünk, hogyha nem azt kell hallgatni, amit ugyanazt mondja az edző, hogy most éppen a támadás azért nem, meg a védekezés azért nem, hanem van benne érzelem, amit mondasz. Igazán. Hát igen, általában így élem az életemet is, igen. Neked ez egy érzelmi kérdés egyébként nyilván a DVSC. Azzal együtt, hogy csak beugró vagy, azért ez ilyenkor megsimogat, vagy van hiányérzeted, hogy tényleg nem számítanak többre tőled ilyen téren? Nem, mert tudják ezeket a dolgokat, amiket most elmondtam neked, azokat ők a vezetők tudják. Tehát ezt nem most látom. És a lelkemet simogatja nyilván, hogy mikor igazi edzőnek érzem magam, vezető edzőnek érzem magam, azok így jól esnek, tudom. De annyi minden más van, amit én nem biztos, hogy szeretnék. Tehát, nem csak a játékosokkal, hanem úgy például lehet arról beszélni, hogy például van elég nagy stábban, most nem edzők, hanem a kisegítő személyzet, és tudom, hogy mi volt akkor, amikor mondjuk jön egy külföldi edző, hogy mindenki beáll a sorba, én is ugyanúgy beállok a sorba, csinálok mindent, mint egy kiskutya, és mi volt az, amikor én vagyok, akkor tudom, már egy kicsit mindenki jobban elengedi. Ez teljesen normális, én is ilyen lennék,
Csak nagyon kemény, meg tudom, hogy meg kellene változnom, hogy akkor már nem Tibike lennék, hanem akkor már a szemükbe Tibor lennék, igen, mert menne az anyázás, mint hogy most is azért volt, amikor oda kellett csapni, mert késve indulsz el, vagy már kicsit lazább a másik, vagy mit tudom én. Tehát ez a legkeményebb az, hogy ha egy kicsit főnök vagy, akkor, vagy ha főnök vagy, nem kicsit, hanem főnök vagy, akkor meg a bőrödön megy a játék, akkor már nehezebben tűlsz meg mindent. És játékosként is ilyen voltam, hogy azért az jó volt, hogy a pályán fölmentem, a saját csapatásomat is fenéken billentettem, csak ezt most nagyon finoman mondtam, meg szétrúgtam, inkább így mondom, és akkor az ott a pályán megmaradt minden, de utána meg mosolyogtunk, és hát én mosolyogtam legalábbis az zuhanyzóba. Tehát ez ilyen, és hogyha vezetőedző vagy, akkor azok a mosolyogós edzők is, akik sikeresek voltak, azok mindig meg tudtak változni, meg muszáj volt nekik, és az ilyen nem jó érzés amúgy. Tehát nem jó azokkal az emberekkel úgy beszélni, akikkel hogyha nem vagyok ilyen pozícióban, akkor sose beszélek velük így. Hát most olyan sors az edzősors, azt tudjuk egyébként. Egy meccsed még biztos van, legalábbis a hírek arról szólnak, hogy talán jövő héten már meg lesz az új vezetőedző. Most a Győr elleni mérkőzésre mivel készülsz, hogyha előtted az egyéni elbeszélgetéseket, és ezzel sikerült felrázni a Fradi ellen a fiúkat. Most nem szólok hozzá. Mit kell tenni, hogy legyen ebből egy, hát győzelem kéne hazai pályán mindenképpen. Igen. Teljesen más meccs lesz, mert itt nem az lesz, hogy semmi esélyünk, és akkor majd ebből nincs tét, és tét nélkül játszhatunk. Most a teljesen más. Ezt mondtam egyébként nekik a Fradi meccs előtt, hogy most ez a meccs ilyen szempontból könnyebb lesz, mint a következő. Úgyhogy így próbáltam így levenni a terhet. Most majd megmondom, hogy a Fradi az nehezebb volt, mint ez. Úgyhogy hát folytatni ugyanígy a egyéni beszélgetéseket. Tehát elmondtam így a csapat előtt, hogy mi voltak nagyon, hát sokkal több jó, mint rossz dolog. Mutattunk nyilván szakmai dolgot is, hogy mik voltak, azért voltak hibák, nyilván nem is kevés. De azokból mindig jól jöttünk ki. De túlzásban nem estem ezekkel a nagy videózásokkal. Most folytattam ugyanúgy az egyéni dolgokat, hogy mikor elérsz már, tehát lépsz egyet a pincéből, akkor az hogy kell fogni, milyen erősen, azokat próbáltam így átadni a srácoknak, hogy lehetne még jobban ezt megtartani, és egy ilyen, mikor már nyomat ért, akkor úgy tovább menni egyet, hogy esetleg, hanem hogy győzni. Egy győrrel itthon, úgyhogy az egyéni beszélgetések azok folytatódtak. Ma volt egy jó edzés, de ez egyébként már régen tudom, hogy ez sem jelent semmit, hogy jó edzés vagy rossz edzés, mert volt már mindenféleképpen mindenhogy, hogyha jó edzés volt, akkor hétvégén tök rosszul játszottunk, meg fordítva is, hogy tök jó, tök rossz edzéssel jól tudtunk játszunk. Úgyhogy ma volt egy jó, de ez azért csak jobb mindig, hogyha jó edzés van, mint ha rossz. Na hát, nagyon sok sikert kívánunk erre a hétvégi mérkőzésre. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Jó, rövid volt, köszönöm. Kedves nézők, eddig tartott ma az esti közelkép. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra.